Célcsip. Hova? Ne menj el. Mi a terv? Gyere ide, itt van a motor. Na, és akkor beszélünk, hogy mi a terv? Fékbetétet cserélünk. Első hátsót? Nem már, dupla fékbetétet cserélünk? Dupla fékbetétet cserélünk. Kicsit beszél hangosabban. Nem tudtam eldönteni, hogy ez most sufni szerviz lesz, vagy annak is a legalja utcai sufni szerviz. ezen gondolkodta. Utcai sufni szerviz. Szóval itt arról van szó, hogy fékbetétet cserélünk hamarosan egy BMW motorba, és beütöttem fékbetétcsere, motor, YouTube, megszokott sufni szervizes megoldás. Típusra mentél, vagy csak úgy nem, általában? Nem, csak úgy általában. Mm-hmm. Hány találatot adott ki szerinted? Első fékbetétcserére? Úgy fékbetétcsere, csak úgy. 20-30-at első. 70.400 találatot kaptunk. 70.400 találat. Jó, amit mi hoztunk. Azt mondja, hogy van két fékbetétünk. Egy. Ez jó minőség, amit vettél, vagy meg ilyen gagyi, mint amit szoktál? De azt mondja, hogy jó. Jó, ez bárd is? Bárd is. Jó, oké. Tehát akkor van ez. Oké. De Laci biztos nem lenne vele megelégedő egyébként. A Hondás Laci? De az ő Hondás. Hagyjuk már. Hondás. Most mi egy BMW-t fogunk szerelni, a BMW mindennel elmegy. Nem olyan. Gumikesztyű. Ez csak azért van, hogy környezetvédelmi okok magunkat megvédjük. Akkor hoztam, kérlek szépen. Ezt kell fölvennem a szereléshez, vagy ezzel törölgetni? Ezzel meg tudjuk törölni magunkat. Ez egy használt MS póló. Jó? Fontos. És akkor szerszámok. Mondtad, hogy egy 13-as krovádik lesz az egész üveleg, ugye? Egy 13-as szerszámmal fogjuk csinálni. Ide rányítom, hogy nagyon jó. Milyen szép készletet hoztam, ugye? Nagyon durva vagyok. Akkor egy. 13-as. Egy 13-as fej. 13-as fej. Jó. Az jó. Ezzel fogunk szerelni. Semmi más nem kell. Hát még kell hozzá egy vékony csavarhúzó. De az megvan, az megvan. Egyébként a többi az nem. Más nem kell hozzá, ahogy néztem. Van szerencsés helyzet vagyunk, hogy van egy gépkönyvünk. Tökéletes. Minden benne van. Ami szervizkönyv is egyébként. Minden benne van. Fölütöttük 64-65-ös oldal, és mindent elmond nekünk, hogy érted. Akkor hogy kell kicserélni a fékbetétet. Van nyomatékunk, van ábránk, mindenünk van, tehát így kell dolgozni. Ó, a neten kezdve 7 lépésbe leírják, hogy hogy kell ezt csinálni, de mi hagyatkozunk az ösztöneinkre. Jó, mi egy ösztönös szerelők vagyunk, nem? Ránéztünk az alkatrészre és eldöntöttük, hogy hogyan fogunk ennek hozzákezdeni, és hogyan képzeljük. Nagyon izgulunk, és akkor megcsináljuk, akkor nézzük, jó? Te már felvetted? Vedd le! Biztos nem ártana egyébként egy kicsit körömkefézni. Megtakarítani. Meg befújni. Igen. Féktisztító folyadékkal. Ami van. Ami nincs. Ezt elméletileg, hogy ide berakom. Úgyhogy visszanyomom a fékmunkahengereket, akkor ennek ide be kéne férni, igaz? Igen. Nagyjából ez a helyzet. Hát erre mondom én azt, hogy egy háziasszony is meg tudja csinálni. Parasz nyomaték? Kérlek szépen! Egyszerűen csak visszahúzok oda a
csavarokat, ahol a sárga jelzés van. Így. Ennyi. Oké. Tehát ez a legnehezebb része visszaütni ezt a stiftet. Mert ha nem ütjük vissza eléggé ezt a... Vagyis a sasszeget, mert ha a stiftet nem ütjük vissza eléggé, akkor a sasszeg nem megy előre. Ide nézze. Vedd fel a gumikesztyűt. Műtünk? Akkor jött a hátsó. A kezed, és akkor így betesszük, és mind a kettőre. Nem vagy elég gyakorlat. Jó. Azt jó, ez van felemesedve. Ez, hogy egy keményebb betét lett belerakva, igen. És ez egyszerűen eszi a tárcsát. Ez lett elszarva. Ez mennyi? 70 ezer? 40 ezer? Bontóból 10? Hát igen. Most bontóból nem veszünk ugye féktárcsát. Féktárcsát újat veszünk. Bontóból nem veszünk, ide mondjuk el. Bontóból nem veszünk. Bontóból nem veszünk féktárcsát. Bontóból csak újat veszünk. Nem tudom bontóból vásárolni. Ezeket újat veszünk, ez 40-50-60 ezer forint egy tárcsa, a betét meg a két pár kerül 10 ezer forintba. A betét az nem tudod. Te elég hülye motorozol. Én elég hülye motorozok. Igen. Én sokkal szebben motorozom. Igen. Nem? Nem. Én dinamikusabban motorozok. Nálam dinamikusabban nem motorozol. Mióta, értem, mióta voltunk a safety-n, azóta nagyon dinamikusan motorozom. Akkor nem dinamikus, mi a jó kifejezésre. Nem. Tehát én hülye motorozok. Te vadállatias módon motorozol. Igen. Én hülye motorozok, te meg elegánsan motorozok. Igen, én elegánsan motorozok, hogy vadállati módon. Én egy állat. Tehát akkor egy hátsó fékbetét csere, az ugye még könnyebben megy, mint egy első fékbetét csere, ezt már látjuk. Itt egyszerűen csak, ha perem engedi, akkor betoljuk ezeket a betéteket ide a helyére. Ez úgy néz ki, hogy talán már is a helyén van. És visszatoljuk a stiftet. Most ezt majd megint jól vissza kéne ütni. Mutasd meg a kesztyűdet. Így kell szerelni. Látod, milyen szép tiszta lett az enyém? Enyém nagyon szép tiszta. Most már leveheted, mert hogy megcsináltam a motort. És nyugodtan lehet menni. Ez ennyi volt. A különbség köztünk. Te úgy szerelsz, én meg így? Igen. Én szép tiszta maradtam. Igen. 10 perc alatt megvoltunk ezzel az egésszel. Ugye említettük, ez egy sufni szerviz, vagy annak is a legalja volt egy utcai szerviz. Ezen a kis bérelt területen ezt megcsináltuk. De mindösszesen csak azt szerettük volna megmutatni, hogyha elmegyünk túrázni, és netán ilyen nagy bajba kerülünk, akkor ezt saját magunk is el lehet végezni. Nem egy nagy dolog. Kelletes, hogy nem is tudom ezt, hogy csináltad. Egyszerűen ez remek. Tehát ez jó. Oké. Most nézd meg a kezem. Mennyi volt ez az egész dolog? Nem tudom, 10 perc, negyed óra alatt ki lehet cserélni. Nem idő. Két percet. Pénzben. How much? 10 ezer forint nekem így a kedvezményemmel együtt az alkatrész. Ezt szereltük mi be, tehát megspóroltuk lényegében a szervizdíjat, szerelési díjat, amit élvezetre cseréltük mondjuk ennyi, szórakozásra. Ugye? Mi nem azért nem megyünk szervizbe, mert nem szeretjük, azt. Mi nagyon jó minden márkaszerviz, mi szeretjük élvezni azt, hogyha mi készítjük el. Igen, amit tudunk, megcsinálunk, annak van egy élménye, van egy íze, igen, hogy ezt mi csináltuk. Ez jó ízű volt. Ez jó. Mersz vele még most motorozni? De próbáljuk meg, hogy egyáltalán működik-e, jó? Most mindenek előtt pumpálni kellene ezeken a fékeken szerintem, mielőtt itt nagyon nekirongyolnék, hogy egy részfékezés csinálja. Akkor pumpálsz? De mert hoztál pumpát? Szerintem itt pumpál. Hoztam pumpát. Na, akkor mutassuk meg, mi az a pumpálás. Tehát akkor első fék. Akkor most pumpálunk. Hátsó fék. Nyomjad. Mind a kettő megvan. Remek, oké. Okay. Kemény. Felkeményedett. Kemény, felkeményedett. Thank you.
kis, mi volt ez? Fékbetét cserénkre. Ez egy nagyon, nagyon komoly művelet volt. Ez egy komoly. De mi ünnepünk mindig, nem? Tehát túl vagyunk egy sikeres fékbetét cserénk. Azt mondjuk, hogy végül is kipróbáltuk elméletek úgy. Akkor egészségünkre.